A Krím félsziget visszaadására szólította fel Moszkvát a Fehérház. Donald Trump stábja közben tagadja, hogy kapcsolatban álltak volna Oroszországgal már a választások előtt is. A republikánus párt azonban átfogó vizsgálatot követel az ügyben. Beárnyékolhatja az új elnök alatt fellendülő orosz-amerikai kapcsolatokat a Fehérház szóvivőjének legújabb megjegyzése. Sean Spicer azt mondta, az amerikai elnök elvárja, hogy Oroszország visszaadja Ukrajnának az elcsatolt krími félszigetet. A Kreml hamar meg is adta a választ. Nem adjuk vissza a területeinket, Krímia az Orosz Föderációhoz tartozik és kész, jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője. A két ország vezetések között azonban egy másik ügy kapcsán egyetértés van. Moszkva is kitart amellett, hogy Donald Trump most lemondott biztonsági tanácsadójának nem voltak orosz kapcsolatai. Michael Flynn hétfőn mondott le, miután kiderült, már Trump megválasztása előtt tárgyalásokat folytatott Moszkvával. Ne olvassák a lapokat, ne higgyenek a cikkeknek. Manapság nehéz megkülönböztetni az igaz híreket a hazugságoktól. Ez az egész csak egy írás, ami nem tényeken alapul, mondta a Kreml szóvivője a The New York Times cikkére utalva, amely elindította a botrányt. Az üggyel kapcsolatban több republikánus vezető is átfogó vizsgálatot követelt. Szerintem komoly működési zavar van a Trump kormányzat biztonsági stábjában, amikor azt látjuk, hogy senki sem tudja, hogy ki a felelős, mint a mostani helyzetben, az egész légkör zavaros, mondta John McCain, republikánus szenátor. Donald Trump Twitterén reagált, és a kormányzatot ért vádakat nonsensnek nevezte.